Ma már szinte hihetetlennek tűnik azok számára, akik nem érték meg az 50-es éveket, hogy mi minden megeshetett az akkori polgárokkal, főleg ha nem voltak az éppen berendezkedő politikai rendszer kedveltjei. Koncepciós perekben ítéltek el embereket, koholt vádak alapján hosszú évekre börtönre, kényszermunkára. Sokszor hallani elmarasztaló és felháborodott hangot a mai romániai ítéletvégrehajtási intézményekben uralkodó állapotok miatt. Az 50-es évek leírhatatlanul kegyetlenebb börtöneiben százak haltak meg, és ezreknek károsodott az egészségük. Rég volt, ma már egyre kevesebb túlélővel találkozhatunk. A páter házas pár egy kislányt hagyott Marosvásárhelyen az ismerősök és jó barátok gondjaira bízva, mikor 1952 és 1955 között a romániai kommunista börtönökben sínylődtek. Ma egy idős hölgy, az akkori kislány arról mesél, hogy a megfélemlítések ellenére hogyan segítették sokan a környezetéből. Kedves nézőink, itt mondjuk el, hogy a Képzelt Kávéház és a Kávéházi Beszélgetések szerkesztője Bénagy Veronika szombaton átvette az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díját. Az átadásról holnapi adásunkban számolunk be. Marosvásárhelyen gyakran látni egy idős hölgyet a belvárosban és a klinikák környékén. Csákiné, páter gyöngyvér a Bolyai utcai lakásukból indul mindennapi szolgálatát elvégezni. Kórházakba, idősek otthonába, sőt haza a betegágyakhoz is elmegy, vigasztaló szót, bátorítást vinni a rászorulóknak és az elhagyatottaknak. Emellett a Református Nőszövetséget vezeti, és természetesen a nagymama és feleség szerepét is ellátja a saját családjában. Az eredetileg matematikusként nyugalomba vonult hölgy nem hivatásos diakónus, hanem önként választotta a meglevő családi szerepei mellé ezt a fárasztó és sok lelki erőt igénylő segítő munkát. Azoknak, akik egykor rajta segítettek, már nem hálálhatja meg a jóságukat, de a mai rászorulókon segít, másokért hoz áldozatot. Nem szeretem a mindenáron tegeződést, de ebben az esetben elnézést kérek attól, aki látja vagy hallgatja, nagyon rég ismerjük egymást, sőt, már a szüleink is, és a nagyszüleim is ismertek téged. El kéne mesélned, hogy milyen életed volt, és főleg az életed első része a gyerekkorodban milyen megpróbáltatások értek. Mert azért az nem mindennapi dolog, ami veled történt meg gyermekkorodban. Ez így igaz. Egyik este át is gondoltam, hogy milyen helyzet az, amikor egy rendszer ártatlanul egy szülőpárt börtönbe betesz, és nem gondol arra, hogy azoknak van ott egy felneveletlen gyerekük. Na de, ha egy kicsit elmondanád, mert a mai embernek, s főleg a mai fiataloknak ez elképzelhetetlen, hogy csak börtönbe tesznek valakit. Elképzelhetetlen valóban. Mindjárt a háború után, 1946-ban indult rengeteg háborús bűnösségi per, és koholt vádak alapján a szüleimet is valaki így feljelentette. 46-ban azért ezeket komolyan kivizsgálták, és a szüleimet felmentették. Igen ám, de amint megtudtuk egy bukaresti ügyvédtől jóval később, Romániától a Szovjetunió 20 000 háborús bűnöst követelt. És ezért 1948-ban hoztak egy olyan dekrétumot, hogy minden régi pert felújítani, felvenni és büntetéssel lezárni. Tehát ugyanazt a pert. Ugyanazt a pert. Felmentették, még egyszer fölvették. Igen, de annyira lehetetlenek voltak a vádak, hogy 4 évig csak jártak a tárgyalásra, mert nem volt mire elítélni őket. De szüleid mivel foglalkoztak? Polgári emberek voltak, nem? Igen, persze. Édesapám főmérnök volt a Palota Ilvai fűrészgyárban, édesanyám pedig, mint háztartásbeli, az Erdélyi Református Nőszövetség egyik megyei, Görgény megyei elnöknője volt, és dolgozott az emberekért, a munkásokért, mindenkiért. Ezek nagyon tiszteletre méltó, szeretett emberek voltak.
És ez Palota Ilván volt? Palota Ilván volt, és semmi közük nem volt a háborúhoz. Apám felmentett volt a katonaság alól mindig, és akkor már nem is volt fiatal. Na, szóval 48-tól 52-ig elhúzták a pert, és 1952-ben már akkora volt a politikai nyomás, hogy minden kicsi szamárságért ítéletet kellett hozni. Így kerültek ők börtönbe 52-től 55-ig. Apám kapott 3 évet, anyám kapott 4 évet. És ez hol töltötték ezt a börtönt, és hány éves voltál te? 8 éves voltam 52-ben. Apám végül is Enyedről Porta Albára került a Duna csatornához. Édesanyám kapott 9 hónap nehéz földalatti börtönt Zsilaván, és utána Miszliára került a női börtönbe. Na, hát az érdekessége azért ennek a történetnek az, hogy habár a mi egész további életünkre rányomta a bélyegét, és főként a testvéremnek az életpályája megsínylette ezt. A testvéred hány éves volt? A testvérem akkor már tanársegéd volt Kolozsváron, a Bolyai Egyetemen, a matematika szakon. Nagyon tehetséges matematikus volt, és hát őt azonnal kirúgták. Ő aztán elment Vasesztergályosnak. Aztán zajlott az élet tovább. Na és mi történt akkor, amikor 52-ben egy 8 éves kislány egyszerűen egyedül maradt? Hova kerültél? Marosvásárhelyen voltatok akkor már? Igen. Vagy Palota Ilváról, hogy kerültél? Nem, a háború után már Marosvásárhelyen éltünk, és házunk volt a Rigó utcában, és ottan éltünk. Hát ebből a házból azonnal kitettek minket, de nem maradtam magamra. És azon gondolkoztam el, hogy milyen jó, hogy azért az állam mégse törődik egy ilyen gyerekkel, mert bekerültem volna egy állami árvaházba, ami nem lett volna jó nekem. Ellenben törődött velem Isten, az én mennyei atyám. És átgondoltam, hogy milyen csodálatos védőgyűrűt font én körém. És aztán ezt most el is mondhatom, hogy először is a házunkban már ott volt egy idős házas pár, akiket befogadtak a szüleim, mert nem volt jövedelmük. A bácsi éppen meghalt, őt eltemették, úgy mentek be a börtönbe, és ott maradtam Jolán nénire a 70 év körüli jövedelem nélküli özvegyasszonyra. Azon kívül ott volt még a házban, ott lakott az egyik szobában édesapám fiatal mérnök kollégája, Pataki György erdőmérnök. És neki nagyon sokat köszönhettünk, mert ő elintézte, hogy kiutaljanak nekünk, a két családnak közösbe egy kétszobás lakást, egy elfogadható lakást a kis templom mellett Marosvásárhelyen. És hát ez a mérnök kolléga, ez el tudta intézni, hogy a kollégák, édesapám kollégái 3 éven keresztül összeadták minden hónapra a rezsinket. Fantasztikus, de abban az időben nem volt rizikós, hogy segíteni egy olyan családot, vagy egy olyan gyereket, akinek a szülei politikai elítéltek? Biztos rizikós volt, én ezt így utólag gondoltam át, hogy milyen csodálatos, hogy például voltak olyan osztálytársaim, akiknek a szülei pártemberek voltak, és mégis engem befogadtak. Én minden nap játszhattam, én ott olvashattam el a megjelenő könyveket, én ott zongorázhattam a zongorájukon, én ott játszhattam velük. Voltak emberek, akik ezt felmerték vállalni, és rengeteg ember lehetett, aki hozzájárult ahhoz, hogy mi azért soha nem éheztünk, ruhánk is volt mindig, és ami a legfontosabb, aztán ott volt az egyház. Hát velünk szembe ott lakott Adorján Gábor bácsi, az akkori lelkipásztor a kis templomnak az ő családjával. Hát ők minden nap magukhoz vittek. Én ott úgy ülhettem Gábor bácsi mellett a teraszon, mint családtag. A vendégeit is fogadta a jelenlétembe. Tehát nem volt különbség téve. Ez azért csodálatos volt, egy ilyen meleg családi légkör. Valljuk be, hogy innen az ismerettség.
Igen, innen az ismerettség. Volt egy olyan tanítónéném, aki szintén nagyon szeretett, és úgy megszervezte körülöttem az életet, hogy senki, de senki ne bánthasson engem azért, ez, ami történt a szülőkkel. Hát ez is nagy dolog abban az időben. Tehát óriási 52, dolog. 53, 54, hát a legnagyobb politikai üldözések kora, amikor komoly, nehéz börtönöket viseltek az emberek. De félhettek. Hogy nem féltek? Na látod? Mert ezek is hívő emberek voltak, tudod? Pedig akkor az sem. Rengeteget jelent. De nem lehetett megvallani azt, hogyha hívő vagy, mert az is veszélyes volt. Nem, de az szerint cselekedhetsz. Mert nem az a hívőség, hogy szájjal mit vallunk, hanem az, amit teszünk. Hát ez a tanítónéni sokszor elhívott magához ebédre, és a hasonlókorú lányaival játszhattam. És te mikor jöttél rá arra, Gyöngyi, hogy ezek mekkora dolgok voltak? Később? Mert akkor nem hiszem, hogy akkor már majdnem természetes volt. Igen, pontosan így van, ahogy mondod. Akkor egyszerűen tudtam, hogy mit mondanak az iskolában, mit kell mondani, de hogy mi a valóság. És kész. És hogy dolgoztad fel azt a tényt, hogy a szüleid, édesapád, édesanyád börtönben van, ráadásul erről gondolom nem is nagyon lehetett beszélni. Tehát ez egy tabu téma volt. Tudtam. Hát azért Isten ezt is előkészítette az életemben, mert a 46-os felmentési per után az illető, aki az egészet kiprovokálta, feljelentette szabotázsért édesapámat. Akkor vizsgálati fogságba került, kiderítették a valóságot, hazaengedték. De ez alatt az idő alatt mi egyfolytában édesanyámmal imádkoztunk érte. Tehát édesanyám engem megtanított imádkozni. Úgyhogy én úgy maradtam egyedül, hogy nekem volt egy mennyei atyám, aki apám helyett apám volt, aki barátom volt, aki mindenem volt, akinek mindent elmondtam, amitől féltem, és mindig meghallgatta az imámat, és mindig kimentett a nehéz helyzetekből. Tehát így élhettem az életemet, hogy nekem van egy csodálatos mennyei atyám. De egy 8-9 éves kislánynak elég a hite ahhoz, hogy megtartsa az ilyen nehéz időkbe? Tehát egy majdnem kamaszodó kislánynak elég a hit ahhoz, hogy ne hát sérüljön? Kaptam egy álmot is. Álmomban azt kaptam, hogy én hazahozom a te szüleidet. Hát ez elég volt. Tehát bíztál ebben, hogy hazajönnek? Igen. Azon kívül abban a lakásban, ahova kerültünk, a szomszéd szobában, ennek a Pataki Györgynek a szülei költöztek be, a Kálmán bácsi és a Csoka néni. És ők voltak ilyen szellemi szülők, akikkel azért mindent át lehetett beszélni. Akik tudtak segíteni a leckékben és mindenben. Ugye Jola néni ellátott engem fizikailag. Etetett, fésült, mosott rám, mindent megtett, szeretett. De a szellemi dolgokat azt a Pataki családtól kaptam. És például ez a Csóka néni arra is gondolt, hogy 10 éves koromban elvitt a fényképészhez, és megvan mai napig ez a fénykép. És ezt így utólag gondoltam át, hát ez egy fantasztikus cselekedet volt, abban az időben nem kattintgattak az emberek mindenre. Nem, az egy nagy dolog volt elmenni a fényképhez, nem is volt olcsó. Hogy ő arra gondolt, hogy ezek a szülők, ha hazakerülnek, hát hadd lássák, hogy milyen volt mégis a gyerekük 10 évesen, elvégre 8-tól 12 éves koromig nem láttak. Tehát az ő életükbe is kiesett az, hogy növekedett az ő gyerekük. Milyen volt a börtönben nekik, utólag meséltek-e róla? Persze, sokat meséltek. Annak dacára, hogy édesanyámat úgy engedték ki, hogyha jár a szája, visszakerül a börtönbe. Ő egyfolytában és mindent mesélt. Apám kevesebbet, egy-egy keveset azért ő is. Apámnál az volt a szerencse, hogy akkor a Duna csatorna munkálatait már leállították. Úgyhogy egyszerűen üldögélt a társakkal a börtönbe, és azt mondja, hogy rengeteget főztek.
éheztek, és főztek, és vették elő a recepteket, és átgondolták, hogy mi mindent lehetne készíteni és enni. Na, hát ő túlélte, őt utólag viselte meg. Hát egy erdőmérnök, aki egész életében jött, ment, kirándult, vadászott, intézkedett, az leül 3 évre, az nagyon megviseli az érrendszerét. És édesanyádnak nehezebb börtöne volt? Nehezebb volt. Hát ott el tudom képzelni, Zsilaván volt. Az a 9 hónap föld alatti börtön Zsilaván, amikor kenyeren és vízen élt, mert ő azt a híg puliszka valamit, amit tercsnek neveztek, ő nem tudta enni, neki nem volt gyomorsava, nem tudta emészteni. Tehát ő a darab kenyerét beosztotta a 3 felé, és azon és a vízen élt. Amikor átkísérték onnan Misliára, annyira le volt gyengülve, hogy hát egyáltalán volt egy olyan 12 kilométer út a Kümpinai állomástól Misliáig, ahol be kellett gyalogolni, kísérte őt a katona, és átvette tőle a csomagját, mert ő azt mondta, hogy hát én most ide leülök, és engedjen engem meghalni. És akkor azt mondta, hát ilyen nincs, hát ő el kell vele számoljon, hát aztán mégiscsak próbáljon meg egy kicsit jödögélni. És aztán volt nagyon súlyos vesegyulladása, volt vizelet elállása, de megmentette Isten. Hát akkor is adott olyan börtöntársakat, hogy például téglát melegítettek, és a hasára tették, hogy valahogy meginduljon az élet ő benne. Túlélte, de nehezen. Hány éves volt édesanyád ekkor? Ő 48 éves volt, mikor börtönbe került, apám pedig 59 volt. Hát ez már nem az a kor, amikor könnyen túlélik az emberek. Nem. Na, de hát hazajöttek, és akkor hogy volt, amikor hazajöttek? Vissza tudsz emlékezni konkrétan erre a pillanatra? Apámnak már éppen lejárt a 3 év, amikor kegyelmi rendeletet adott ki az állam. Amnestia? Nem, csak gráciére volt. És ő tehát letöltötte, hazajött, nyáron vitték el, nyáron jött haza. Különösképpen erre nem emlékszem, hogy hogyan. Édesanyám is haza kellett volna, hogy jöjjön. De őt még sokat vizsgálták utólag, és embereket kérdeztek meg, hogy hogy volt az, hogy amikor ő karácsonyfa ünnepélyeket tartott a palotailvai gyártelepen, adott egy csomagot román gyerekeknek, és adott mindenkinek. Mindegy volt, hogy valaki református, katolikus, ortodox, milyen. Egy üvé tartoztak, gyártelepi munkások, gyerekei voltak, mindenki kapott. Na, így történt, hogy aztán mégis megkegyelmeztek neki, és hazajöhetett novembernek egy éjszakáján. Hát az tényleg nagy esemény volt. Nem tudtad előre, nem tudtad? Nem, senki se tudta. És egyszer csak megjelent egy éjszaka? Igen, egyszer csak megjelent. Még valami nagyon érdekeset mondok, hogy nekem még egy kutya barátom is került ez alatt az évekre. Egy kutyát befogadtam az utcáról, elneveztem Buksinak, és aztán ez egy nagyon hű pajtás volt. Tudni kellett róla, hogy nagyon védte a mi lakásunkat, ami udvarra nyíló ajtónkhoz senkit be nem engedett, retteltesen ugatott. Mindenki előbb kellett az ablakon kopogjon, ha be akart jönni hozzánk. De az én családtagjaimat felismerte, ő tudja, hogy miről, és bekísérte őket. Egyszer hazajött Kolozsvárról a testvérem, aztán hazajött ugye édesapám, végül hazajött édesanyám, megszagolta őket, s farcsó vállással felvezette. Milyen csodálatos egy kutya. Tehát édesanyádat is felvezette? Igen, igen, igen. És emlékszel arra az örömre, vagy a találkozásra valamelyest? Hát az inkább csodálkozás volt, tudod, azért kiesik az ember életéből 3,5 év, azért az sok. Utána kellett ugye összemelegedni újból. Na de hát végül is aztán a komoly serdülőkorban, az ifjúkorban már ott voltak mellettem a szülők, ott volt édesanyám gondoskodó szeretetével.
Ott volt apám, ő is szeretett, ő is segített nekem egy-egy matematika példába, vagy átnézte a német dolgozataimat, hogy ne legyen hiba benne. Tehát mindenki a maga módján az ő szeretetével ott állt mellettem. Ezután, a gyermekkor után hogyan alakult az életed? Én tudom, hogy jól, de röviden foglald össze, hogy... A jólba kemény harc van benne, mert először is ki kellett volna rúgjanak az iskolából, amikor az összes fölbirtokos gyereket és a rossz elemeket eltávolították. Kozma Béla igazgató engem bent tudott tartani, mert akkor én az iskola egyetlen tiszta tízes tanulója voltam. Nem semmi. Ez igaz. Én ezt nem akartam, de hát ez így adódott, ugye? És ezért ő engem bent tartott. Viszont az érettségi után sehova, de sehova nem vettek fel egyetemre. Érted? Még egy ilyen középfokú technikóba se. 61-ben érettségiztem, 61-ben minden zárt volt előttem. Azért, mert a szüleid politikai elítéltek voltak. Igen, igen. Képzeld el, hogy felvételiztem a gyógyszerészeti karra, hagyták, hogy végigmenjek az írásbeliken. 3-10-es írásbeli után úgy függesztették ki az eredményt, hogy nem sikerült, és nem állhatok szóbelire. Felmentem... Ki volt írva, hogy 10-es, és mégse? A 10-es nem volt kiírva, de elmondták a tanárok. Mert abban az időben felküldték előbb a listát a párthoz, az leellenőrizte, és akkor mondta, hogy ez mehet, az nem mehet. Ezért volt a szóbeli többek között. Igen, igen. Mert ha csak írásbeli van, akkor nehezebb ezt megcsinálni. Na, és akkor felmentem egy pótfelvételire Kolozsvárra a matematikára, mert azért azt mindig nagyon szerettem. Ott már egyszerűen nem engedtek bemenni vizsgázni, és mikor érdeklődtem, hogy miért nincs a nevem egyik terembe se, mi van, hát az elvtársnő nem tudja, hogy mi van a dossziéjában, és aztán mehetsz. Na, csak utána... mégis végezted egy olyan szakot ráadásul, ami később nagyon hasznos és előbb azért ritkának. Elmentem dolgozni, és kábelgyári munkás voltam 3 váltásban. Mennyi ideig? Hát ugye egy másfél év jött ki ebből. Végül is 63-ban felvételiztem újra, mert időközben megváltozott az államnak a hozzáállása jött ehhez az a kérdéshez. Igen, akkor azt mondták, hogy na, a tudás számítson, és kész. Hát akkor voltak, azelőtt voltak az amnestiák és a politikai foglyoknak. Akiket addig nem engedtek el, akkor elég sokat engedtek el. És akkor hova felvételiztél? Hát ugyancsak Kolozsvárra. Azt mondtam, hogy én Vásárhelyre többet a lábamat be nem teszem, ez egy kicsi Moszkva, itt nekünk semmit se lehet, még lélegzeni se lehet. Aztán csak ide kerültem, mert elvégeztem az egyetemet, és közben már férjhez mentem, és itt kaptam állást. Először úgy, mint gyári matematikus, aztán átmentem a tanügybe, aztán átmentem a számítási központba. Aztán zajlott az élet. Na, utána már egyszerűen dolgozni kellett. Hát mi ilyen szellemi rabszolgák voltunk abban az időben, ott, ahol dolgoztunk. Nekünk kellett elvégezni mindent, és mások kapták a prémiumot. Na hát ez a város, amiről az előbb azt mondtad, hogy egy kis Moszkva, azért mégis a szülővárosod és az életed nagy részét leszámítva, azt hiszem, az egyetemet itt élted le. Így van. Mit csinálsz most ebben a városban? Hát, és hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magam, Istennek hálából egyházon belül szolgálok, a Református Nőszövetségben diakóniai munkákat végzek, öregeket látogatok, öreg otthon támogatunk, gyermekotthonokat támogatunk, klinikai szolgálatban is részt veszek a lelkésznő mellett. Megpróbálom visszaadni azt a szeretetet, amit én kaptam. Gyöngyi, én láttalak téged kórházba, beteg ágyak mellett. Ott találkoztunk. Hát tudod, még ezt is Isten készítette elő. Ez se pattan úgy ki magától. Mert először is öreg szülőknek adott. Akik aztán többé-kevésbé betegek voltak.
rohantam, mindig orvosért rohantam, patikába, gyógyszerért. Naponta erőt veszel magadon, és erőd van arra, hogy bemész kórházakba, bemész öreg otthonokba, meglátogatod a rászorulókat, jó szóval, imádsággal bátorítod őket. Honnan van neked mégis ennyi erőd minden nap? Mert azért már te is nem vagy annyira fiatal, hogy ez igen, olyan könnyű igen. legyen neked. Nem, elindulni mindig nehéz, de hazajönni nagy boldogság, hogy megtettem, és ott voltam, és ez valahogy úgy van, ahogy Pál apostol írja, hogy neki mondta az Úr Jézus, hogy az én erőm a te erőtlenséged által jut célba. Tehát ez az erő felülről van, ez az Úrtól van. És plusz az a tény, hogy én ott meg tudok állni a beteg ágy mellett, és nem esem kétségbe, és nem esem össze, és nem bánt a szag, és nem bánt semmi, hanem én tudom vinni azt az ígét a Bibliából, ami úgy érzem, hogy csodálatos, és ami erőt ad neki is, és ezt próbálom ott továbbadni. Hát én erőt kívánok neked, hogy ezt a szolgálatot minél tovább folytathasd. Köszönöm szépen. Így legyen.